Go-kartban voltak nagyon jó eredményeid, ha jól számolom, akkor itt a statisztika alapján 3 bajnoki címed is volt, lehet, hogy több is azóta. Ezek milyen bajnokságok voltak, mennyire voltak erősek, mennyire voltak rangosak? A magyar bajnokik nem voltak rosszak, de nem voltunk 30-an, tehát az tény. Viszont azok, akik művelték a sportot, voltunk 10-12, nem tudom hanyan, azok viszont majdnem mindenki elég komolyan művelte a sportágat. Talán az utolsó bajnoki címem a Rotax Maxba, a felnőtt kategóriába, az nagyon jó színvonalon volt itthon Magyarországon akkor a bajnokság, tehát arra tényleg nagyon büszke vagyok. Nem mintha a többire nem, de talán ha visszaugrok az első bajnoki címekre, amellett inkább az EB szereplések, amikor sikerült döntőbe jutni. Ugye akkoriban 90 fővel volt 3 helyen megrendezve egy EB elődöntő, vagy előselejtező, ami szintén Európa-bajnokságnak hívtak. Tehát ott a 90-ből lemorzsolódott a 28 vagy 32, aki bejutott a EB döntő döntőbe, ami azt jelentette, hogy ilyen regionális selejtezők voltak. Tehát az olaszok, németek, osztrákok, lengyelek, magyarok, csehek, szlovákok, tehát ez a közép-keleti régió. Meg volt ez északon is, meg volt ez nyugaton is, spanyol, portugál, francia, dán. Tehát 3 felé volt osztva Európa, és ebből kellett neked a 32-be bejutni, azt hiszem 32 volt, hogy egyáltalán elmondhassd azt, hogy szereztél részvételi jogot az EB-re. És ott pedig abból a 3x32-ből kellett a legjobb 32-be selejtezőkön bejutni, hogy azt tud mondani, hogy a döntőig jutottál. Ha jól emlékszem, nekem ez egyszer sikerült az utolsó évemben. És ez talán értékesebb volt. Hiába oké, 30. lett, kit érdekel, vagy 25. de azért olyan teljesítményt kellett nyújtani, és olyan küzdelmes volt, úgyhogy mi a gyári csapatok ellen egy kis fiók csapattal versenyeztünk, tehát az esélytelenek kategóriájával mentünk ki egy EB-re, hát használtunk 2 vázat egy évben és 2 rámát, ők versenyenként már akkor is 3 vázat, 2-3 vázat dobáltak el, vagy 2 versenyenként. De hát néztek ránk, hogy hülyék vagytok, használt vázzal jöttetek, és akkor miért ti nem? Tehát, hogy ennek tudatában azért az nagyon nagy szó volt. A Rotax előtt viszont az Intercontinental A volt, ami az abszolút csúcs volt. Nekem mai napig, ha nézek egy go-kart versenyt, vagy egy videót, nekem az marad a csúcs, és az volt a csúcs, és mai napig se tud más lenni. Ezek 100 köbcentis fixes betolós gokartok voltak, tényleg motorfék volt, és nagyon nehéz volt velük menni, és brutális, nem is tudom, 40-valahány lóerős gokart motorok voltak. 160, 170, 180 volt a végsebesség áttételtől függően, és brutálisan kemény mezőny. És ott a német bajnokin tudtam nyerni német bajnoki futamot. Az abba az időben az olyan volt, mintha most valaki a VSK-n dobogón lenne. Tehát nagyon erős mezőny volt, nagyon színvonalas volt. A Rotax viszont egy kényszer megoldás volt, tehát az őszintét megvalva. Megszüntették az Intercontinentalát, és vagy Rotaxozni mentél, ami árérték arányban sokkal kedvezőbb volt, és jó színvonalú mezőny volt belőle EB, és ugye egy Grand Final nevű világverseny, ami az ország, tehát mégis egy bajnokok ligája. A másik oldalon meg maradt a mostani OK-nek egy előverziója, ami viszont a büdzsének a kétszeresébe került. Tehát az már egy annyira tartatatlan ugrás volt, hogy akkor viszont a go-kart sportnak a mostani OK-jé mezőnye az brutálisan lemorzsolódott. Tehát ott nagyon megfenek lett egy akkora, annyira eldrágították a sportot, hogy nagyon sokan váltottak. Most épül vissza szerintem egy 4-5 éve, vagy 5-6 éve épül újra, főleg, hogy a VSK-t mióta kitalálták, szerintem egy jól promótált sorozattal, meg hogy figyelmet kapott a go-kartsport újra nagyon brutális mértékig, tehát a Premának van ott csapata, utánpótlás programból ott mennek versenyzők.
már ott, abba, azokba a overallokba, ruhákba, már olyan helyeken edzik őket, de igazából a Rotax volt az, ami akkor a árérték arányal és a létszámmal népszerű volt. És annak a csúcsa volt, hál' Istennek a karrierem, gokasport karrierem csúcsa, amikor a VB döntő hetedik lettem. Tehát ott ezt az... ugye a Rotaxot úgy kell elképzelnünk, mint mondjuk egy márkabajnokságot. És, vagy mint a TCR-t, talán az sokkal közelebb van a mai autósport kedvelőknek az elképzelésében. Tehát mintha egy TCR túrautó bajnokság lenne minden országban, lenne belőle nemzetközi sorozat, stb. Akik ezeket a bajnokságokat megnyerik, vagy a nemzetközi bajnokságokat megnyerik, azok kapnak egy úgynevezett tikettet, amivel ezen a világdöntőn rajthoz lehet állni. Ezt sokan világbajnokságnak is hívják, de ugye nem ez a gokart világbajnokság, tehát nem az FIA gokart világbajnokság az, amit említettél, ez az OK és OK Junior, meg aztán még a KZ2, tehát lehet sorolni. Kicsit bonyolult ez a gokart sportág, tehát ez nem a hivatalos világbajnokság, viszont pont azáltal, hogy ez a Rotax Max kategória, ez rendkívül népszerű a világban, pontosan ezért rendkívül erős mezőny is gyűlik össze. Ha jól emlékszem, tavaly pont Rubens Barrichello is rajtoz át a világdöntőn egy ugyanolyan Rotax gokarttal, mint amivel egyébként a tizenéves srácok is versenyeznek, mert ki akarta próbálni magát a többiek ellen. Tehát egy nagyon komoly bajnokság, és én azt gondolom, hogy ha már a bajnokok kerülnek be egy ilyen sorozatba, és ott is azért elég nagy a mezőny, csupa bajnok ellen bizonyítani, és ráadásul úgy, hogy egy dobásod van, tehát nem egy sorozat, hanem egyszer kell bizonyítani, azért az egy elég komoly dolog. Igen. Úgyhogy pályacsúcsot tartottam ott még az araboknál, ugye az Egyesült Arab Emírségekben volt megrendezve, és ott azt hiszem szombat délig én tartottam a pályacsúcsot, tehát lehetett volna jobb is, szerintem meg lehetett volna nyerni, hogyha nem lettek volna a kalandok, meg motorcsere, karburátorcsere, érthetetlen dolgok, most lehet összeesküvés elméletek egyáltalán, hogy mi történt, hogy mitől lett olyan a henger, mint a belületkonszor vagy marék homok, de az biztos, hogy a leggyorsabbak egyike voltam még szombaton délelőttig, és utána meg egy lejtmenet jött, meg motorcsere, tehát összességében nagyon jó a hetedik hely. Ahonnan mentettünk, lehetett volna rosszabb is, viszont ahonnan volt a mély repülés, lehetett volna jobb is. Tehát tényleg az egy top 3 kinézett akkor. De egy valóban jó formátum, és a TCR-hez úgy hasonlítanám, hogy vannak különböző márkájú kasznik, viszont a motor egyforma mindegyikben, és rendezünk, és innen jönnek a bajnokok, és rendezünk egy olyan világbajnokságot, ahol pályázat útján ki van választva, hogy akkor az egyik kategóriában, mert ugye van junior, felnőtt, illetve váltós, akkor mondjuk a felnőtt kategóriában, vagy a felnőttek, akik korban ott a 18, mondjuk 24 év kor között, vagy 26 között vannak, akkor mindenki száttal megy. Tehát ott minden egységes, brutális. Amennyire lehet egyforma a technika. Amennyire lehet. Nem tökéletesen egyforma, mert ugye a gokartokban sem lehet teljesen, főleg a motorokban nem lehet teljesen egyformát gyártani, de elvileg mindenkinek hasonlóak. Ki van sorsolva, ki vannak állítva a gokartok a célegyenesbe, és akkor egy bödömből ki van sorsolva, vagy melyiket tolod be egy óriási sátorba, ahol mindenki egymás mellett szerel. De jó formátum szerintem. Igen, én is azt gondolom. Itt érted a gokartozásnak a csúcsára. Ekkor írunk egészen pontosan 2007-et. Így van. Tehát 15 éves, nem 16 éves. 16. És itt kellett eldönteni azt, hogy hogyan tovább. Mert hogy akkoriban már 2007-ben is ez már egy vízválasztó volt, hogy lehet gokartban maradni, de akkor nem lesz nagy előrelépés, vagy föl lehet menni komoly kategóriába. Igen. Ekkor választottad te a rallycrosst, vagy talán előtte volt még a Forma Renault? Kettő együtt. A 2007-ben, ugye 2007-ben, sőt 2006-ban is szerintem már Laci elment rallycrosszozni.
és akkor váltott kategóriát 2007-ben, és mondta, hogy hát miért nem, meg kellene tanulnod autót vezetni, most teljesen mindegy, hogy mi az, ott van a régi első kerekes Corolla, induljál vele a bajnokságba. Még a szabályokkal is alig tudtam tisztában lenni, meg ugye gokartból rallycrosset azért elég erős váltás, pláne egy első kerekes autóba beülni. És ugye megbeszéltük, hogy oké, akkor elindulok a magyar rallycross bajnokságba, de úgy, hogy ha ütközés van, akkor a gokarté a prioritás, legyen az teszt, legyen az bármi. Tehát egy ilyen fokhíjas évet, de már akkor mentem rallycrossba. Mert hogy hát menjek Laci után, csak ez az irány jó, hát ott az autó, megöröklöm a kisebb autót, és akkor hát ez teljesen jó. Mindaddig, amíg a gokart ugye egy nagyon sikeres év lett a 2007-es, és a Gyurica Peti, emlékszek még ott az utolsó futamok egyikén, vagy lehet nyár közepén, nyár végén oda jött, hogy hát a Birizdóimivel annyira jó titeket nézni, ahogy versenyeztek, elő vagytok, hogy gyertek, adok nektek egy fél-fél nap Forma Renault tesztet, mert szeretném kipróbálni titeket, szeretném látni, hogy mentek vele. És hát jó, hogy menjünk, hát hogy ne mennénk, hát gyerekek voltunk, hogy ne, hát mindent ki akarunk próbálni. Hát amikor a Pannonhalmingen a nagy pályára odamész, és már nem a kis gokart pályára kanyarodsz be, ahol ott bicikliztél éveken keresztül, meg rollereztél, meg vannálkodtál, focisztál, hanem az óriási aszfaltcsík, meg a betonplasznak a közepén állsz, és csak egy kis részletet látsz a pályából, és nem az van, hogy látod a gokartot, hogy az egy kilométeres pályán éppen ki hol van. És emlékszek, hogy a teszt napján ilyen 10 óráig vagy 11-ig a VSR-es autók mentek, a nagyok, és kinéztünk először a célegyenesre, és elzúgtak ezek a V8-as szívó. Hát gyakorlatilag a Forma 2-vel megegyező. Igen, tehát azt képzeled, hogy odamész vakon, kinézel a célegyenesbe, és elővölt melletted kettő tulajdonképpen Forma 2-es autó, úgyhogy egymást előzgetik, meg kacsáznak a célegyenesbe, és akkor úgy azért beszaladt a gatyába egy kicsit, hogy most ez tényleg kell, most mit vállaltunk, mert meg ugye az az üléspozíció, hogy fekszel. Akkor értékeltem át a Forma 1-et is, úgy őszintén. Nyilván gokartoztunk, a Forma 1, az állam a Forma 1, de amíg nem ülsz, nem fekszel bele egy ilyen autóba, és nem érzed azt, hogy ülhetsz te akármilyen sportautóba, nem tudja azt visszaadni, amikor te 10 centivel a föld felett, vagy 5 centivel a föld felett fekszel, és annyira direkt a futómű, hogy nem, mint hogyha, nem is tudom, biciklivel egyik pillanatra másikra elborulnál, még talán az se annyira direkt. Hát eszméletlen, amennyire direkt, brutálisan reagál minden kormánymozdulatra, és a tapadás. Tehát már egy ilyen Renault-ban is azért vannak erőhatások szépen, mind oldalirányú, függőleges irányú, préselni kellett már a levegőt, mert csak köhécseltünk az első pár körbe. És érdekes mód, Imi azt mondta, hogy neki félelmetes, és nem tetszik, nem akarja, én meg teljesen rákattantam. Tehát én már akkor a saját magam határait kezdtem vele feszegetni. Gyurica Petinek volt egy jó szövege a tesztnek így a vége felé, hogy azt hiszem háromszor ülhetünk be 10 körre, vagy 15-10 körre. És akkor a második után, ahogy kijöttem, azt mondta, hogy srácok, Tominak 20 kör alatt jobban elkopott a gumi, mint nekem két verseny alatt. Itt azt hiszem, most valamit tegyetek fel akkor. És akkor megegyeztünk, mondta, hogy ha belőttünk egy időt, hogyha azt teljesítem, akkor szerintem nincs kérdés, hogy azonnal el kell kezdeni formautózni. És azt teljesítettem, azt hiszem 3-4-5 tizeddel jobbat mentem, és kiderült, hogy nem tudom, az elmúlt három évben az volt a legjobb Forma Renault-s idő, amit magyarok mentek a Pannonhalmingen. És úgy fel se fogtam. Oké, jó volt, nekem tetszett. És akkor a Peti nagyon elkezdte nyomni, hogy de formautózok, induljak már magyar bajnokin. Aztán az is egy kicsit katasztrofálisan sült el. Megegyeztünk egy autóra, nem az autó lett, mert az közben lefoglalta más, a gyengébben meg nem akartunk menni, mert az ára annyi lett volna. Úgyhogy végül
azt hiszem Szász Lacinak kötöttem ki a Formula Nissan, vagy Nissan Nippon Nissan, nem is tudom milyen autó volt az. Még Alonso azzal lett világbajnok, azt hiszem. Egy ilyen fordított, háváltós formautót képzeljünk már, ahol kuplungolni kell minden egyes váltásnál. És te úgy, hogy igazából még autót közelében nem vagy, hogy vezess ugye országúton, meg egyébként se sokat vezettél, és akkor teljesen normális, hogy a kettes helyén húzod az egyest, és egy formautóval te váltogatsz, meg gázfröccsöt adsz, meg kuplungolsz. És mindezt a versenyen. És ezt élesen versenyen, mert hát most minek teszteljünk, mert örülünk, hogy odaesünk. Úgyhogy így mentem még pár futamot a magyar bajnokságba. Mesélj már egy kicsit arról, milyen ez a fekvő pozíció. Ezt nagyon sokat halljuk. Lehet látni most már ilyen kettévágott autókat, amiből teljesen ilyen extrém módon ülnek a versenyzők. Utcai autósként ezt szinte el sem tudjuk képzelni. Milyen érzés beleülni, hogyan kell kezelni, mennyire látsz ki egyáltalán belőle? Tehát mi az, ami a legnagyobb sokkot okozza? Hát szerintem a kilátás. Tehát azt elfogadni, egyrészt fura, hogy azért a melletted pörgő kereket, meg a melletted mozgó lengéscsillapítónak a tetejét, vagy hát inkább azt mondom, a lengő karokat ugye látod, meg a nyomórodat látod mozgás közben, az úgy önmagában elég ijesztő, és az, hogy ennyit látsz maximum, az meg szerintem kiveri a biztosítékot. Tehát, hogy a kokpitből látsz egy 5 centit, ott a kormányt is úgy látod, ha ránézel szándékosan, mert egyébként pont nem esik bele a látómezőbe. A kerék, a gumi magasság felét látod, ha már látod a felnit, vagy többet a kerékből, akkor magasan ülsz. Az angoloknál én mentem úgy, hogy a keréknek éppen láttam a tetejéből 2 centit. És igazából ennyi. Jobbra-balra nem látsz, max a tükörben, mert ugye ott van a fejvédő. És ez a fekvő pozíció, ez nem is tudom, ez olyan, mint mikor a hasprést szeretnél csinálni, és így félúton már nem tudsz feljebb, nem tudsz egy felülést megcsinálni, de lesengered magad. Tehát egy ilyen pozícióba pattogsz a földön, és jönnek rád az erőhatások. A legdurvább viszont az alsó övbekötés, hogy két ilyen kis öv jön el itt az ágyékon, a combtövednél. És nem is értettem, hogy minek ez a vacak, hát most itt megfog az öv oldalt fent, de most mit kell ezzel szórakozni. És hát konkrétan az a hám tart meg, hogy te ne repülj be igazából a pedálsorba. És az, hogy a lábad össze van nyomva egymás mellett szűken, az is még egy érdekes érzés. De szerintem a kilátás a legnehezebb. Tehát, hogy bizonyos éveket úgy kell megautóznod, hogy előre tudod, hogy hova fogsz érkezni, vagy hova kell érkezni, vagy rászámolod, és abszolút nem látod, csak tapasztalatból, vagy érzed, hogy mi fog történni. Tehát, mi elmentél ott már 20-szor, és tudod, hogy 5. telin éppen kiesek a rázókőnek annyira a szélére, hogy a füvet súrolom, akkor így fogsz eljönni még 50-szer, de egyetlen egyszer se fogod azt biztosan látni, hogy te odaérkezel, hanem csak ami benned van, ritmus, érzés, érzék, azzal tudod, hogy mi fog történni, de baromira nem látod. Mennyire kényelmetlen ez a fekvő pozíció? Szerintem kényelmes, mert öntenek rád. Tehát úgy kell elképzelni, hogy egy szemetes zsák, két komponensű purhab, vársz egy picit, amíg elindul dagadni, és belefekszel a kukászsákba, és rád van öntve az ülés, utána az van lefaragva, meg bevonva mindenféle textíliákkal, meg anyagokkal, de tulajdonképpen egy testedre öntött purhab az ülésed, tehát annál kényelmesebb, mint ami, tehát fölveszi ugye a testednek az alakját. Tehát nem tudsz kényelmes mocorogni az ülésben. Abszolút semmit, tehát egész így a bordát 3/4-ig ugye kijön az ülés. Tehát ez nincs úgy zajlik, hogy beülsz az ülés helyére, már úgy, hogy egy ilyen szemetes zsák ott van, és igen, akkor a mögé döntik gyakorlatilag ezt a purhab jellegű dolgot. Viszont ha már az ülésnél tartunk, később, nem is tudom, talán a AutoGP-ben versenyeztél már, és ott meséltél nekem az ülésekről, mert hogy nem volt jó az ülésed, hogy van, amikor háromszor is meg kell ezt ismételni. Bizony. Tehát elég nehéz reprodukálni azt az üléspozíciót, ahogy neked kényelmes vezetni. Hiszen tartani, tehát először a szerelők segítenek tartani, utána pedig magadat tartod,
De... Tehát nem dőlhetsz bele, mert akkor ugye kiszorítod a kórhabot. Így van. Tehát ugye elengedni nem engedheted el magad, túl kiemelve tartani magad nem lehet, mert akkor meg túl nagy lesz az ülés. És igazából akkor tudod meg, hogy jó lett az ülés, mikor mentél egy kört a pályán, vagy kettőt. És hát ennek már azért erőhatások. Hát vannak bőven. Tehát, hogyha rosszul sikerül egy ülés, akkor ahelyett, hogy tartaná a bordádat, inkább vágja. És hiába beleülsz, és azt érzed, hogy kényelmes, abszolút nem így van. És akkor ez elég jelentősen befolyásolhatja a teljesítményedet is. Ezért kellett, azt hiszem, neked évközben ülést változtatni. Igen. Tehát, hogyha nem komfortos, azért főleg már az AutoGP-be 30 köröket mentünk egy-egy futamon, nem gyenge tempóval, tehát ott azért az erőhatás is, meg a gyorsulás, lassulás, az a terhelés, amit a tested kap, ahhoz komfortosan kellett lenned, hiszen ha az a minimális komfort sem volt meg, akkor még hamarabb elfáradtál, még hamarabb szétestél, ugye, vagy mentálisan, vagy fizikálisan, egyik-másik ugye húzza le egymást, tehát oké, hogy szellemileg elfáradtál, akkor már fizikálisan is elfogsz, és fordítva is, tehát ez rendkívül fontos, és nehéz is egyébként, tehát volt olyan időszak, hogy hurcoláztuk az ülést, tehát vigyáztunk rá, mert ugye sokszor ki kell venni, mikor szerelik is az autót, hogy nehogy sérüljön, nehogy leütődjön, nehogy letörjön valamelyik darabja, mert az annyira jól sikerült, hogy akkor a becsbe volt tartva.